Szeretettel köszöntöm Önöket, én Géci András vagyok, és Önök a Porta 5. számát látják. Mai műsorunk vendégei: Bartos Gergely, a Hévízgyörgyi Református Egyház lelkipásztora, Kartal első díszpolgárai, Mészárosné Varjú Angyalka és Száraz József, Dulai László, postagalambász, az újjászerveződött Hévízgyörgyi polgárőrség vezetője, Kis Csaba. Az újonnan alakult kartali képviselőtestület létrehozott egy díjat, amelyet évről évre életműdíjként szeretnének átadni. Ez Kartal díszpolgára címet jelenti. Vendégünk pedig a három díjazott közül kettő, Mészárosné Varjú Angyalka és Száraz József. Köszöntöm Önöket! Miért kapták a díjat, és mivel foglalkoznak Önök? Én Szálma és Csuhéfonó népművész vagyok. Azért kaptam, mert nagyon sok munkám van külföldön. Nagyon sokat voltam táborban éveken keresztül. És még most is dolgozik, Angyalka néni? Most sajnos beteg vagyok, most nem tudok, már 2 éve beteg vagyok, és nem tudok dolgozni semmit sem. Úgyhogy a műveimet kiállításokra nagyon sok helyre elvittem. Most is látható a kiállításom Marja Besnyőn, a Marja Múzeumban. Ott van 2 nagy minden, 3 ajtós szekrény, 2 vicínben vannak be elhelyezve, úgyhogy látható. És milyen érzésekkel töltötte el, mikor megtudta, hogy önt is díjazni fogják Kartal díszpolgáraként? Hát nagyon örültem neki. Nagyon boldog voltam, mert édes Istenem, kinek jutottam én eszébe. Hát biztos, hogy mindenkinek, legfőképpen, de Száraz József is eszébe jutott nagyon sok mindenkinek. Önt is köszöntöm. Ön mivel foglalkozik, és miért kapta a díjat? Hát én korábban gazdasági vezető voltam, a 60-as gazdaságnak voltam az igazgatója, és párhuzamosan a Kartali Sport Egyesületnek voltam az elnöke. Kartalon az 50-es évek vége felé kezdett a labdarúgás egy kissé fölfelé ívelni. A körülmények eléggé mostanák voltak még akkor, és elhatároztuk többet magammal, hogy megpróbálunk egy kicsit kilépni. Ugyanis Kartalt abban az időben szűk környezet kivételével nem sokan ismerték. Nem sokan tudták, hogy merre van az a Kartal. És mi elhatároztuk azt, hogy megpróbálunk ebbe mindenképp előbbre lépni. És ilyen volt az, hogy elkezdtük mi szervezni jó futballcsapatot, de a futballcsapat mellett persze volt kézilabda csapat is, sőt női röplabda csapat is. Ugye próbáltunk jó sporti életet teremteni, és hát abban az időben, hogy az anyagi akkor is szűkösek voltak, először azzal kezdtük, hogy volt itt egy Emse Major, ami korábban egy ilyen gazdasági egység volt, hogy az megszűnt, összefogással, és ez óriási dolog volt akkor, összefogással lebontottunk ott egy épületet, és építettünk egy ilyen egy nagyon egyszerű öltözőt, ami még ma is áll, de annyira modern volt, hogy például már akkor volt benne hideg-meleg víz. Ugyanis itt a környékben, ha elmentünk futballozni, legtöbbször a Galgába mosakodtunk meg, vagy pedig vödörből, vagy laborból. Úgyhogy mi ebben már nagyon nagyot léptünk előre, tehát ez még csak a kezdeti időszak volt. Tehát elkezdődött a gazdaságnak a támogatásával, azt ki kell hangsúlyoznom. Sőt, ki kell hangsúlyoznom azt, hogy aki a gazdaság vezetője volt, Boros Károly, ma is él még, ő rendkívül sok segítséget nyújtott ebbe az egész mozgalom kialakításában. És megépítettük ezt a régi öltözőt, fürdőt, kicsit a pályát rendbe hoztuk. De még ez csak lényegében a kezdeti lépések voltak, mert azért többre vágytunk mindenképpen, és többet akartunk. Akkor megkezdődött egy olyan szervezés, hogy a környékbeli jó futballistákat Bagról, Hévízgyörgyről, Galgahévízről, Ikladról,
ide szippantottuk. Egy kis kedvezményt a gazdaság tudott a részükre biztosítani, és szívesen eljöttek. Még perspektívát is láttak abba, hogy egy ilyen jó együttes, ha összejön, azzal lényegében ők is előbbre tudnak majd lépni. Az így is alakult. Lényegében a járási bajnokságból már 1958-59-ben fölkerültünk a megye másodosztályba, majd 60-ban a megye első osztályba, és 61-ben pedig már NB3-ban voltunk. És akkor lényegében már sokan megtudták, hogy hol van Kartal. Mert ugye a nemzeti sportban, meg lényegében a megyei sportlapokban is, akkor már mindig az NB3-as csapatok eredményei és a programok megjelentek, és ennek következtében már Kartal neve is egyre ismertebb lett. Erre büszkék is voltunk. És még arra is büszkék voltunk, hogy annyira szerették a környékből, a környékből a csapatot, hogy egész Turától, itt a Galgamendő végig egy-egy vasárnapi mérkőzésre 1500-an is eljöttek. Óriási dolog volt. Ma az MTK-nál ugye 500 néző van. Úgyhogy nagyon nagyszerű dolog volt, és akkor NB3-ba szerepeltünk, és híres lett lényegében a csapat. Próbáltunk jó feltételeket teremteni. Én akkor a 60-as gombosi gazdasági igazgatója lettem, akkor még nagyobb lehetőség volt a kezemben, és akkor elkezdtünk lényegében itt egy komoly új sporttelepet építeni. Angyalka néni kitől tanulta a művészetét? Mi 9-en voltunk testvérek, édesapa marcsalványozó volt, és mi nagy családosok kaptunk 4 horcs földet. És mind én voltam a második a családban, és édesapa, amikor állatás volt, én szedtem édesapám után a Márkot, meg a nővérem, vagy fordítva, én terigettem, mert kötelezem, nővérem szedte a Márkot. Amikor vége volt a mi állatásunknak, akkor a gazdaságban vállalt édesapám az állatók közt is, és ott is szedtük a Márkot a nővéremmel, a többi állatók között. És ott reggeli, mikor reggeli volt, tehát édesapám reggel után fent a kaszartni, meg mint kislányok, ott postorogtunk, 12-13 éves kislány voltam. Ott postorogtunk a bogyak tövibe, láttam a nagyobb lányok, hogy csodorgassak. Még akkor nem szaladt még annyira a szálma, és akkor úgy csodorgattak a szálmat. És annyira megtetszett, hogy én is kipróbáltam. És ott volt siker élményem, mert sikerült nekem is. Ott láttam a nagyobb lányok, mikor már vége volt az állatásnak, és a nagyobb lányok, meg asszonyok készítettek búzakoszorút, meg búzabokrétát, meg búzacsigart, és vitték a gazdaságba a számtartónak, a nagycsalkos úrnak, amikor vége volt az állatásnak. És én akkor láttam meg a búzakoszorút, hogy csináltak, és már ugye ekkor 12-13 éves kislány voltam, akkor nem tudtam csinálni. 17 évet töltöttem, mikor férjhöz mentem. 18-at, mikor megszületett az első fiam, az első gyermekem, mert ugye nem tudtam menni sehova se. Majd 89-ben először beléptem az asszonykurulba, 82-be, és 89-ben készítettem állatási búzakoszorút én, hogy emlékeztem már, amikor kislányka voltam, hogy készítették a nagylányok. És onnan jött az ötlet, hogy készítettem egy nagyfedeles kisházat, kis ökröpke, palaszportával, az még látható a művelődési házban, még mindig megvan. És akkor 1990-ben készítettem a búzakoszorút, akkor a Magyar Rádiónak volt egy műsora, a Kártali Asszonykórus, ugye augusztus 20-i műsor volt, és akkor nekik ajándékoztam a búzakoszorút. Attól kezdve, 92-ben beléptem Törökszent Miklóson a nemzetközi táborba. Azóta minden évben oda a nemzetközi táborba jártam, minden évben, és ott tanultam nagyon sok mindent,
a szálmával és a csuhéjjel, amivel, amit lehetett készíteni. Betlehemet készítettem, úgyhogy a Betlehemen volt ma Rómába, Pompéba, Búzakoszorúval voltam Németországba, meg Betlehemmel is, Maddéba, voltam a Koronával, Koronát is készítettem, nagyon sok mindent készítettem, úgyhogy Maddéba voltam, a Szent Korona Szövetség vitt ki, és ott a Maddé múzeumban díszíti a koronám, meg a jogalom most is. Úgyhogy oda is készítettem. Hát gratulálok hozzá. Nagyon sok helyen voltam ma. Én községekbe elmentem, úgyhogy készítettem nagy koronát is, amit a augusztus 20-i ünnepén hozzak ki a Szent Jobban együtt, a körmenetbe. Még mai napig is. Úgyhogy ez a nagy korona, ami ott van, az a képernyőn, az én készítettem. Még mai napig is hordjak ki. Hát büszke lehet rá, mondja akkor néni. Igen, büszke voltam, vagyok, na én is nagyon, mikor visszajavarlaltam a műveimet. Hát további jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. És remélem, hogy még tud alkotni a jövőben. Nagyon-nagyon szépeket. Köszönöm szépen. Kezdik csókolom, viszontlátásra. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Vendégünk Bartos Gergely, Hévíz György református lelkésszel szeretettel köszöntöm Önt. Az első benyomásom rögtön, amikor megpillantottam Önt, hogy nagyon fiatal, és rögtön megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy Ön mióta lelkész egyáltalán, és mióta lelkész Hévíz Györgyön? 2,5 éve vagyok itt Hévíz Györgyön lelkipásztor, de nem szokatlan számomra ez a vidék, hiszen aszódi vagyok, úgyhogy tulajdonképpen hazajöttem. 1 évet töltöttem egy pesti és 1 évet egy budai gyülekezetben ezelőtt, és utána érkeztem meg ide Hévízgyőrkre, és azóta valóban itt itthon tevékenykedem, és különleges része ez az életemnek, hogy azt a szolgálatot, amire tulajdonképpen egész életemben készültem, azt az otthonom környékén és olyan emberek környezetében végezhetem, akik közül sokakat már gyermekkorom óta ismerek. Nagyon aktív Ön, legalábbis mi erről szereztünk tudomást. Mi minden tevékenységet folytat a Református Egyház Hévíz Györgyön? Igazából, amit fontosnak tartanék elmondani mindenek előtt, hogy egyáltalán miért is végzünk mi akár mit, akármilyen tevékenységet emberek felé. És ennek a legfontosabb oka igazából nem is az, amit az emberek legtöbbször gondolni szoktak, hogy egy egyháznak a dolga az, vagy egy egyház tevékenysége abból áll, hogy ilyen régi dolgokkal foglalkozik, hagyományt őriz, vagy éppen valamiféle társadalmi tevékenységet folytat, hanem elsősorban bennünket az indít erre a szolgálatra, hogy van egy olyan üzenetünk, a Biblia üzenete, amit fontosnak tartunk tovább adni az embereknek, mindenkinek. Felekezettől, kortól, nemtől függetlenül mindenkinek. És azt gondolom, hogy az egyháznak bármilyen felekezetről is legyen szó, ez a legfontosabb feladata. Hogy a Biblia üzenetét hitelesen adja tovább embereknek, olyan embereknek, akiknek az aktuális élethelyzeteikben van erre szükségük. Amikor egy gyászolónak vigasztalásra van szüksége, ez is a Biblia üzenetéből merítheti. Amikor egy családban problémák vannak, arra is van üzenete a Bibliának. Amikor egy felnőtt elveszti az életében a fonalat, sok-sok nehézség éri, akkor is van erre a Bibliának válasza, segítsége. És mi ezt az üzenetet szeretnénk továbbítani, és ezért folytatunk tulajdonképpen ilyen széleskörű tevékenységet, és akkor rátérek erre, hogy ez pontosan hogyan is áll össze. Ugye a legelső meg kell említenünk, hogyha így egy-egy korosztályt, vagy a korosztályok szerint nézzük azokat az embereket, akik felé szolgálunk, akkor legelső a baba-mama kör, ez egy új kezdeményezés ott Hévízgyörgyön. Édesanyákat kisgyermekeikkel együtt, csecsemőikkel együtt várjuk szívesen ezekre az alkalmakra.
Egyrészt azért, hogy a gyermekek már ilyen fiatal korban szokják meg azt, hogy nem csak egy otthonuk van a családjuk, hanem egy lelki otthonuk a gyülekezet, és az édesanyák pedig, akik azt látom, hogy nagyon szívesen jönnek ezekre az alkalmakra, azt élik át, hogy hasonló helyzetben levő asszonyokkal beszélhetik meg az életük gondjait, és erre kereshetik a Biblia alapján a megoldásokat. Aztán korosztály szerint a következő tevékenységünk az ugye a hittanórák, amit már egészen az óvodától kezdve indítottunk. Több óvodában is végzünk hittanórai szolgálatot. Ez is egy nagy öröm nekem, számomra is egy különleges lehetőség, hogy kisgyermekekkel is beszélgethetek a bibliai történetekről, Jézus Krisztusról, és ahogy látom, nekik is egy nagy élmény az, hogy ilyen játékos formában mégis komoly dolgokról hallhatnak az őszintjükön, és nekik ez nagy boldogság a saját életükre nézve is. De nem csak óvodában, hanem általános iskolában is végezzük a hitoktatás szolgálatát. Itt az az érdekes helyzet áll elő, hogy tulajdonképpen jelenleg 6 községben tartok hittanórákat az iskolákban. Ez egyrészt nagyon fárasztó, de másrészt pedig az előbb is említett okok miatt a gyermekek szeretete, a gyermekek lelki nyitottsága miatt mégis nagy élmény. Aztán a következő korosztály az ifjúság. Az ifjúsági órákat is tartunk ezt Hévíz Györgyön közösen az evangélikusokkal. És most ez is egy nagy örömünk, hogy egyre lelkesebben, egyre nagyobb létszámban jönnek a fiatalok ezekre az alkalmakra. Ugye ők már konkrétan találkoznak az életükben nagyon sok olyan helyzettel, amire nem tudnak választ adni. Szembesülnek kudarcokkal, olyan kérdéseket tesznek föl a világgal kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, amire máshol nem kaphatnak valódi választ. És így nekik is egy különleges lehetőség, hogy jöhetnek ezekre az alkalmakra, és nekünk is nagy öröm, hogy láthatjuk, hogy van utánpótlás a gyülekezetünk számára. Következő korosztályt már úgy nehezebb egy kicsit szétválasztani, de most indult a családos körünk mellett külön egy asszonykör, egy női beszélgetőkör. Ez főként inkább fiatal családos asszonyok, akik még a családos összejöveteleken felül ők összejönnek maguk, és egy konkrét tematika alapján a Biblia üzenetét vizsgálják, és hasonlítják hozzá a saját életükhöz, vagy keresik a saját életük kérdéseire ebből a választ. És amit már említettem, a családos kör, ami pedig azért különleges lehetőség, mert ott a gyermekek szüleikkel együtt jöhetnek, és egyrészt jól érezhetik magukat, mert ez mindig egy ilyen elég könnyed alkalom, valamikor jobb időben bográcsozással egybekötött alkalmak ezek, valamikor egyéb játékos foglalkozásokkal próbáljuk izgalmasabbá tenni, de a lényeg itt is, és az eddigekben elmondottak alkalmaknál is, hogy azt az üzenetet adjuk tovább, amiről már beszéltem, hogy Jézus Krisztus eljött erre a világra, és neki van mondani valója, van üzenete minden korosztály számára, és minden élethelyzetben levő ember számára. És még mehetünk tovább ugye az alkalmak sorolásában. Beszélhetünk a gyülekezeti bibliaórai alkalmakról, vagy felnőtt konfirmációról, ahol már kimondottan felnőttek számára, ugye itt már nem annyira a korosztálya a lényeges, hanem esetleg az a tálalási forma, ahogyan ezekről a dolgokról beszélgetünk, ahol szintén olyan lényeges kérdéseket vetünk föl és keressük a válaszokat, ami az embert a saját életében érinti. És természetesen vannak a vasárnapi istentiszteleteink minden korosztály számára, bár itt is a gyermekeket olyan szempontból az istentisztelet egy pontján külön vesszük, és ők mennek a gyermekisten tiszteletre, hogy ők a saját nyelvükön, szintjükön hallhassák az igét, és a felnőtteknek meg természetesen a templomban Hévíz Györgyön, az aszódi isten tiszteleteken, vagy Turán például, ott pedig az erre kapott helységben végezzük az ige hirdetés szolgálatát. A gyermekisten tiszteleteket is ön tartja, vagy ezt egy... Nem. A gyermekisten tisztelet pont azok közé, az alkalmak közé tartozik, amit fizikailag nem tudok én tartani, hiszen
Én a felnőtt istentiszteleten szolgálok, és ezzel párhuzamosan vannak a gyermekistentiszteletek, amire gyülekezetünk lelkes tagjai vállalkoznak, hogy ők ezt a szolgálatot végzik, és nagy örömmel, tényleg lelkesedéssel, és a gyermekek is nagyon élvezetesen, vagy nagyon élvezik ezeket az alkalmakat. És hát nyilván a női beszélgetőkör, vagy éppen a babamama kör, ami szintén azok közé tartozik, amiket nem én vezetek érthető okokból. Nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy ad mellém olyan szolgáló testvéreket, akikkel ezt a sok-sok alkalmat vihetjük. Egyedül nem bírnám, nem panaszkodásból mondom, nagy örömmel végzem a szolgálatomat, de látom azt, hogy a jövő az, hogy a gyülekezetünkben minél többek, akik már megértették azt az üzenetet, amit mi tovább szeretnénk adni, ők már ebből élnek, ezt a mindennapokban élik, ezt ők maguk is szeretnék továbbadni, és éppen ezért tudunk egyre több alkalmat szervezni, egyre több korosztályt, egyre több embert megszólítani, hogy jöjjen közénk, hogy hallgassa meg, hogy mi az, amit mi mondani szeretnénk. Akkor ezek szerint nagy az érdeklődés és az igény is ezekre a foglalkozásokra? Ebből a tekintetből sincs okunk panaszkodásra. Évről évre mondjuk a hitoktatásban résztvevők számánál lehet lemérni, hogy egy nagyon erőteljes növekedés van. Igazából itt is a korlátok jelenleg abban állnak, hogy még mehetnék nagyon sok helyre hittanórákat tartani, de már az időmben ez nem fér bele. De a gyermekek egyre lelkesebben hallják egymástól, hogy van hittanóra, és jönnek évről évre egyre többen. Hogyan lehet jelentkezni ezekre a foglalkozásokra? Milyen módon? Az iskolai alkalmakra az iskolán belül történik, tehát az iskolai hitoktatásra mindig évelején én az iskolákban vagy személyesen egy szülői értekezlet keretében, főleg ha új csoportot indítunk, akkor elmondom, de a pedagógusok is nagyon sokat segítenek abban, hogy ők is a csoportok beindításában, szervezésében az ő részüket elvégzik, és szólnak a gyerekeknek, szülőknek hirdetik, hogy van egy ilyen lehetőség. Tehát ezt évelején főleg, de bármikor menet közben is lehet bekapcsolódni. Én azt javaslom, hogy a pedagógusoknál érdeklődjenek elsősorban az iskolákban. A gyülekezeti alkalmak azok meg természetesen úgy működnek, hogy a gyülekezet mindenki számára nyitott. Aki szeretne valamelyik alkalmunkon részt venni, azt nagyon nagy szeretettel várjuk. Igyekszünk minél több helyen hirdetni ezeket az alkalmakat. Akár itt a Kartal TV-ben is a képújságon szeretnénk minél többször megjelenni és hirdetni. Egyrészt, ha valami különleges alkalmunk van, vagy ha állandó alkalmainkat is tudjuk, akkor azt is itt közzétesszük. Interneten is próbálkozunk, ez nem mindig megy olyan zökkenőmentesen, de ebben is szeretnénk lépéseket tenni. Valamint, amikor valami különleges alkalom van, akkor azt plakáton, szórólapon jelezzük, vagy ott Hévízgyörgyön a hirdetőtáblánkon, de külön ezekre az alkalmakra jelentkezni nem kell, hogyha valaki jön, szeretettel várjuk. Köszönjük szépen Bartos Gergennek, hogy itt volt velünk. Viszontlátásra. Köszönöm szépen, viszontlátásra. A Magyar Postagalap Szövetség 07-es tagszövetsége Kartalon tartotta évadzáró kiállítását és díjkiosztó ünnepségét. Ennek apropóján hívtuk meg következő vendégünket, Dulai Lászlót, aki postagalambász. Köszöntöm Ön szeretettel. Üdvözlöm. Elsőként mondjuk pont erről a rendezvényről szeretnék egy kicsit többet megtudni. Mi történt itt? A Magyar Postagalap Sportszövetség 07-es tagszövetsége a következő falvakban van, egyesületekből tevődik össze. Aszódon az A12 Egyesület, Kartalon az A4 Egyesület, melynek elnöke az Ámbó János sportársunk. Azon kívül van A26 néven, amelynek az elnöke én vagyok. Van a Nagykökényesi Egyesület, amelynek az elnöke Szűcs István. Van a Lőrinci Egyesület, a V5, amelynek az elnöke Szendrei András. Van két 60-i egyesület, abban van a V10 Bodonyi Ferenc és a V4, ahol Hartman István az elnök. Ezen kívül van az A50 Zsámboki Egyesület, és így közösen versenyzünk évről évre, és ennek az évadzáró kiállítása volt, ez egy kiválogatás, a Magyar Postagalam Sportszövetség
2010. január 8-9-én történő országos kiállítására. Az egész éves munkánknak a lezárása abban történik, hogy ilyenkor díjkiosztó ünnepségeket tartunk, és az egész éves eredmény kapcsán a galambokat és tenyésztőiket díjazzuk, a galambokat egyénileg, a tenyésztőket csapatmunkában. És erről szólt ez a negyedikei ünnep. Amit tudni kell, hogy a postagalambászat abból áll, hogy a galambászok hobbi szinten postagalambokat tenyésztenek. Versenyszinten ezeknek a galamboknak a képességeit lepróbálják. Ez egyesületi munkában történik a Magyar Postagalamb Sportszövetség sportszabályzata szerint. 50 év távlatában a Magyar Postagalamb Sportszövetségben jelen van a kartali két egyesület, és mármint a tagsága, és jelentős eredményeket értek el a versenyzés terén. Ami abban mutatkozik, hogy 1970-es évektől az országos élmezőnyében, ország élmezőnyében versenyeznek a kartaliak. Név szerint említeném Hegyi Lászlót, Urbán Károlyt, akik igen nagy hírnévre tettek szert, jó magam is, Aszodról Dorner Gyuri, szintén 60-ból Kis József, a Lőrinci Erőműtől Szendrei Mihály és Szendrei András, sajnos a Szendrei Mihályt idén elvesztettük. Hány tagja van pontosan az egyesületük? Léteznek? A most az Észak-Magyarországi Tagszövetségnek, ennek a nullatesztett tagszövetségnek 135 tagja van, aki országos szövetséghez tagdíjat fizet és nyilván tartott versenyző. Kartalon jelenleg a két egyesületben 28 versenyző űzi ezt a sportot. Jelenleg az észak-magyarországi versenyt az Urbán Károly nyerte, és 8 tenyésztőnk van, aki itt kartali viszonylatban, tehát élversenyzőnek számít a két egyesületben. Ki kell, hogy emeljem Hegyi László mellett még Takács Istvánt, akit mindenki ismer kartalon, mert a temetőben dolgozik. Ő neki volt egy híres galambja, aki az elmúlt esztendőben, meg a tavalyi esztendőben is kiállításokon kerületi észak-magyarországi első díjat ért el, azon kívül az országos kiállításon országos első díjat ért el, azon kívül Katowice-ben az Európa-bajnokságon Európa-bajnoki első díjat ért el. Azért büszkék vagyunk rá, mert kevesen vittük ilyen szintre. A maratoni versenyeket Brüsszelből, Aachenből, Lisből rendezik. Ott Hegyi László volt az, aki jelentősen repült országos első díjat, országos él csapat eredményeket. Jó magam is szerepeltem Aachenből és Lisből is. Jó eredményeket értem el én is. Amit tudni kell a kartali galambászokról, hogy szívvel, lélekkel űzik ezt a nemes sportot. Amit a közvélemény nem tud, hogy ez egész napos reggel, este odafigyelést igényel. Etetést, takarítást, felkészítést. Hogyan választják ki a galambokat? Tehát milyen kritériumoknak kell megfelelni egy madárnak, egy galambnak, egy állatnak, nem tudom, hogy hívják, hogy nevezik önök, de milyen kritériumoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy ők versenyezhessenek? Jó. A jó postagalamnak van standard leírása. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk volt egy magyar professzorunk, akit úgy hívtak, hogy Anker Alfonz. Ő az egész világ genetikai leírásából megalkotta a mi Repülő keresztrejtvény című könyvünket. Ez a könyv foglalkozik a postagalam genetikájával. A postagalamnak az olyan összetételével, amely leírja azt, hogy egy jó postagalamnak hogyan kell kinézni. A jó postagalamb akaratból, hazatérési vágyból, ugyanannak a képességéből, és alkati képességből, szervezeti képességből, és aerodinamikai tényezőknek megfelelő képességből tevődik össze. Na most a jó postagalamnak az izomzat, az alkat
és az akarati tényezők azok, amiknek birtokába akar lenni mindenki, hogy a versenyek megnyerésére alkalmas postagalambot tenyészen ki. Mennyi idős az egyesületen belül a legfiatalabb galambászuk? A legfiatalabb galambászunk az Olá Levente versegi tenyésztő. Ő 9 éves. Ilyen 9 éves. Ilyen fiatalon is lehet ezt a sportot űzni? Hát lehet apai segédlegel, apai segédlettel, mert azért van benne egy kis anyagi háttér, ami kell hozzá. És jó lenne, ha a gyerekek a tömegkommunikációban nem csak a számítógépes játékokhoz jutnának hozzá, hanem a hobbi állattenyésztéshez is, mert ennek is van csodálatos, sok szép rejtelme, ami leköti a gyereket, és felemeli a székről. Hát mi kívánjuk, hogy egyre több fiatal nyisson e felé a sport felé, és köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Vendégünk Kis Csaba, az újján szerveződött Hévíz Györki Polgárőrség Egyesületének elnöke. Köszöntöm Önt. Üdvözlöm. Mit tart legfontosabbnak első lépésként, mint elnök? Hát mindenképpen először is szélesíteni szeretnénk a tevékenységi körünket. Idáig főképpen jellemzően figyelőszolgálatot látott el a polgárőrség, de ez önmagában egy polgárőrségnek tevékenységi körében bizonyos százalékot tesz csak ki, hát hogyha százalékosan, talán 30%-át, mondjuk költségvetésben a legnagyobb terhet jelenti, de ha megfordítjuk az arányokat, 70%-ban tudunk más olyan tevékenységet tenni, amire igény mutatkozik Hévíz Györkön, és remélem, hogy ezeket a programokat, amit jövő évre munkatervben már mi megfogalmaztunk, hogy ezeket el is fogjuk tudni indítani. Mindenképpen szeretnénk a figyelőszolgálatot egy kicsit sűríteni, tehát már nappalra is tervezünk szolgálatokat, főleg most az ünnepek során, hogy kicsit a frekventáltabb területeken gyalogos figyelőszolgálatok lesznek majd láthatóak. Későbbiekben pedig az iskola újra, tehát most lesz egy téli szünet, és ahogy a nebulók visszaérkeznek az iskolába, már ott fogják találni egy-egy kollégánkat a gyalogátkelő helyeknél, ahol segíteni fogják őket a gyalogátkelő helyen való közlekedésben. Igen veszélyes, ugyebár mert főútvonalakat érint a Hévíz Györkön az iskola, ott található a főútvonal mellett. De itt már egyfajta programokat is egyeztettünk az iskola vezetésével, úgy, mint például az Egy iskola, egy polgárőr programot. Erre az Országos Polgárőr Szövetségnek felépített tematikája van, órarend vázlat szerinti képzéseket lehet tartani. Ezek nagyon részletes és igen figyelemre méltó tartalommal rendelkező programok, mind a kábítószerre, mind a közlekedésre való neveléssel kapcsolatosan. Például a közlekedési nevelésre való lehetőségünk van bicikli tanpályát építeni, bicikli gyakorlópályát építeni, és megfelelő körülmények között megtanítani a gyerekeket a biciklivel való közlekedésre közúton. Mert gyakorlati tapasztalat szerintem mindenkinek, hogy igencsak találkozunk olyan srácokkal, hogy mi vigyázunk rájuk. Megpróbáljuk megalapozni azokat a feltételeket, hogy ők maguk is tudjanak magukra vigyázni. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a KRESZ képzéseket. De egy kicsit szélesíteni szeretnénk, talán és ki is fogjuk tudni elégíteni azt az igényt, ami megmutatkozik mondjuk Hévíz Györkön, ahol mi szeretnénk lakossági fórumot is tartani. Hogy ez a lakossági fórum miről szólna? Előadásokat szeretnénk tartani. Önvédelem jelentőségéről, az önvédelem kritériumairól, illetve arról, hogy milyen felelősségünk van a saját vagyonunk, a saját tulajdonunknak a megvédésében. Tehát elsősorban nem mástól, ne a rendőrségtől, ne a polgárőrségtől várjuk azt, hogy vigyázzon értékeinkre, hanem elsősorban tegyünk meg mindent magunk, a magunk védelmében. Na most ezt ugyebár valakinek el kéne tudni mondania,
hogy ez milyen formában, hogyan tudna megvalósulni. Ezt tudnánk fölvállalni, hogy fórumok keretében lehet ez egy interaktív beszélgetés is, de lehet előadásokat tartani, és ezek az előadások szerintem alkalmasak arra, hogy azokat az ismereteket, ami szükséges egy állampolgárnak, hogy ezek bizonyos határokat ne lépjünk át, és nagyon sok példát láttunk már azért az elmúlt időben a híradóból sajnos, tehát hogy ezeket a határokat ne lépjük át, ezeket meg kell tanulnunk, hogy hol van ez a határ, ebben tudnánk fölvállalni az egyik lehetőségként az tájékoztatást. De például tervezzük egy kiadványnak a elkészítését, ez még igen kezdetleges formában van, ez egy nyomtatott kiadvány lesz, főképpen a témaköre az a közbiztonság és a közbiztonság helyzete Hévízgyörgyön, illetve közvetlen környezetében. Ezek a témák, amit ott fogunk tárgyalni, ez szintén a tájékoztatásnak a berkein belül fog történni. A fő lényege ahhoz, hogy az emberek tudják, hogy környezetükben mi történik, hogyan történik, és ezekről korrekt információt kapjanak. Most ezt próbáljuk majd nekik valamilyen ilyen írásos formában kezükbe adni, tehát hogy ne a szóbeszéd legyen, mert a végén már nem igazán az fog kijönni, ami a tényleges. A közbiztonságon túl milyen társadalmi tevékenységeket terveznek még, amivel közelebb szeretnének kerülni a lakók szívéhez, tehát hogy jelezzék ezzel is, hogy ez már egy új csapat? Hát igen, tehát a bűnmegelőzés egy eléggé összetett feladat. Tehát az állampolgárok aktív részvétele nélkül a mai védelmi szervek már nem igazán tudják ellátni oly szinten a feladatukat, amire egyébként a társadalomnak hát jogos igénye van. És ezeket a szélesítéseket, hogy egy kicsit a tevékenységünket szélesítsük, tehát főképpen a bűnmegelőzésre, a tájékoztatásra helyezném a hangsúlyt, illetve az ifjúságvédelemre. Én azt látom, hogy az ifjúság, ugyebár hát miről beszélünk, ők lesznek a jelenünk, jövőnk, tehát az ő képzésük, az ő foglalkoztatásuk, az ő szabadidős lefoglalásuk is egy fő kulcsfontosságú tevékenységét kellene, hogy legyen, és az lesz a polgárőrségen belül. Erre fogunk alakítani ifjú polgárőr mozgalmat, amelyben polgárőr mozgalmakban kidolgozott tematika szerint képzések lesznek, fórumok lesznek, programok lesznek, nyári táborszerű, tehát ilyen erdei táborszerű foglalkoztatások lesznek a nyári szünetben, a téli szünetben. Ezek mind arra szolgálnak, hogy ezek a fiatalok ne elcsatangoljanak, ne tudjanak mit kezdeni a szabadidejükkel, az energiájukkal, és itt céltudatos és kontrollált körülmények között képezzük és kicsit szélesítsük az ismeretüket a környezetükről, az életükről, a lehetőségeikről, és itt mind a kábítószert elmondjuk nekik, hogy miről szól, nem ki kell neki próbálni, ismerje meg hamarabb. Tehát a kábítószer itt van körülöttünk, akár elhiszük, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem. Tehát, hogyha nem beszélünk róla, attól még ez itt van. Beszéljünk róla, beszéljük meg, előzzük meg azokat a problémákat, amit nagyon egyszerűen meg lehetne előzni. De tennünk kell. Tehát senki nem fogja más megcsinálni helyettünk, tehát valakinek el kell kezdeni, vegyük, vállaljuk föl, csináljuk meg. De nem csak az ifjúságról, hát az idősekről is azért én szeretném, hogyha egy kicsit jobban odafigyelnénk, mint polgárőrök. Minden településen található idős, egyedülálló ember, aki lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, lehet, hogy benne van a bizonyos szeretetszolgálatoknak, családsegítőknek, egyébnek a
képben, de én azt szeretném, hogy ha már egyszer egy figyelőszolgálat a polgárőrök részéről kimegy, és járja az utcákat, és tudja, hogy ott egy idős, egyedülálló ember lakik, akkor azon annyi, hogy becsengetés, akkor megszólítja, jól tetszik lenni, hogy tetszik lenni, tudunk-e valamiben segíteni. Ha más nem, csak egy 5-10 percet tud vele beszélgetni, én szerintem ezek az emberek nagyon hálásak lesznek arra, hogy valaki rájuk néz, szóba áll velük, és talán, és bízom benne, hogy eléri ennek a foglalkozásnak a célját, hogy ezek az emberek nem lesznek annyira kiszolgáltatottak olyan bűnözőknek, akik ilyen embereket keresnek áldozatnak. Sok mértékben ez nem is teher. Tehát egy figyelőszolgálatnál evidens, hogy belefér mind az időben, mind a módjában, hogyha már ott jár. Hány tagot számlál az egyesületük? Hát most folyamatos felvételünk van. Most 43-an voltunk ez ideig, de most új tagokkal bővültünk, és keressük a lehetőséget, és várjuk azokat a állampolgárokat, akik lehetőséget látnak abban, hogy polgárőrként több mindent tudjanak adni a környezetüknek, a köznek, mert szükség van azokra az emberekre, akik tenni akarnak és tudnak. Tehát a kettő feltételnek mindenképpen jelen kell lenni, tehát tudjon és akarjon tenni. Mivel hogy eléggé széles tevékenységi körünk van, ezért azoknak a polgárőröknek, akik sorainkba beállnak és akik most is bent vannak, elég széles és összetett feladatuk lesz. És mivel hogy ez egy új kihívás, ezért lehet, hogy egy új, friss erővel dominánsabban tudnánk ezeket a programokat elkezdeni. Az OPS nem is olyan régen egy programot indított el, amelyben önök is aktívan szerepet vállaltak. Milyen program volt ez? Igen, hát ezt nem csak most indítja, ez folyamatos program. Minden ősszel, illetve tavasszal egy nagy takarítást szervez az Országos Polgárőr Szövetség. Ennek keretében tevékenykedtünk mi is, és mostani felajánlás alapján, amit az Országos Polgárőr Szövetség tett, 10.000 forintért tudtunk vásárolni csemetefákat, díszfákat. Ezeket a díszfákat mi az általános iskola területén ültettük el, és ezt követően mentünk egy kis szemétszedésre. Kirándultunk egyet, és közben azért egy több száz zsáknyi szemetet szedtünk össze illegális szemét lerakó telepekről, és többek között ez is tevékenységi körünk lesz, hogy figyeljük környezetünket, figyeljük azt, hogy kik azok az emberek, akik kihordják a szemetet környezetünk köré, és elhelyezik ilyen erdőben, meg földutak mellé, és számoljanak vele, hogy a polgárőrök ezeket az embereket igencsak figyelni fogja, és meg fogjuk tenni a megfelelő lépéseket a hatóságok felé jelzésképpen mindenképpen. És hány éves kortól lehet jelentkezni önökhöz, valamint milyen úton tudnának eljutni ehhez? Hát 14 éves kortól várjuk a állampolgárokat polgárőrnek, 18 éves kortól, felnőtt kortól már egy szélesebb lehetőségekkel, de mivel hogy programunk van az ifjú polgárőrre, ezekben, hogyha ők is belépnek, akkor ebben már ő mit tevékenyen tud majd részt venni, és nem csak, mint egy tábornak mondjuk a vendége, hanem ott már feladatokat fog ellátni, mert valakinek ugyebár ezeket a programokat szervezni kell, irányítani kell, elő kell segíteni esetleg egy nagykorú előadót, tehát mindenképpen várunk olyan fiatalokat is, idősebbeket is, akik tevékenyen tudnak részt venni ebbe a igencsak széles és érdekes munkában. És önöket kell ezek szerint akkor megkeresni? Hévíz Györgyön a művelődési házban kialakítottuk, megkaptuk egy irodahelyiséget az önkormányzattól. Itt most már elhelyeztünk a bejárati ajtó mellett egy postaládát. A postaládának jelentősége abban van, hogy bárkinek olyan jellegű problémája van, nyugodtan leírhatja, ott tud tájékoztatni minket, tehát el fogjuk olvasni, amennyiben olyan információ kerül tudtunkra, akkor abban meg fogjuk tenni a megfelelő lépéseket. De egyébként elég sűrűn vagyunk jelen az irodában,
tervezzük azt, hogy fogadóórát fogunk tartani. Ennek a pontos időpontját még nem tűztük ki, tehát ez még egy kicsit átbeszélés alatt van, de mindenképpen fogunk tudni személyesen is találkozni az emberekkel, mondják el panaszukat, mondják el ötletüket, mondják el, hogy ők hogyan látják a mi munkánkat, jöjjenek be, beszélgessünk. Tessék elmondani, nem tudunk gondolatot olvasni, tehát hogyha nem mondják el, nem fogunk róla tudni. És szeretettel várjuk ott őket, bármikor, bármelyik vezetőségi taggal, vagy bármelyik polgárőrrel nagyon szívesen üljön le, és akkor nagyon szívesen beszélgetünk velük. Hát én mindenféleképpen sok sikert és erőt, kitartást kívánok ahhoz, hogy az összes céljukat elérjék, önök pedig forduljanak nagyon nagy örömmel és bizalommal a Hévíz Györki polgárőrökhöz, akik újjászerveződtek, és ezentúl új programokkal készülnek önöknek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Önök a Porta, a Kartal TV térségi magazin műsorának 5. számát látták. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!